Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a HUA folytatása. Lássuk. Hogy néz ki a térképünk? Igazából van elég sok oldalág, de az egész, ahol most vagyunk, az csak egy oldalág. És ha itt leesek? Oké. Hát nem ezt vártam, hogy itt simán leesek, de lehet, hogy ide ez volt a terv, hogy le is kell esnem. Mert nagyon úgy fest, hogy jó helyen vagyunk alapvetően. Oké, akkor a háttérben vagyunk, nem a legelőrébb. Kérdés, hogy ide kell jönnöm? Vagy ott a halakon kell majd fölmásznom? Mindjárt kiderül. Legalábbis ezen a halon. Oké. Azt hiszem sikerült. Némi küzdelem árán a megfelelő helyre kerülnünk. No. Hát itt tényleg jó kérdés, hogy hova kell mennünk. Nem ide. Úgy érzem. Úgyhogy haladjunk arra, amerre látszólag van a következő út. Van egy fölfele. Pedig én nekem nagyon úgy fest, hogy itt kell átjutnom. De nem lepődnék meg, hogyha ezek szerint itt valahol lenne egy kapcsoló. Vagy mondjuk egy nagy bogár. És felteszem, hogy vele rá tudok állni arra viharra. Arra a gejzírre. Ő nem repül el. És akkor vele együtt én se. Feltételezem. Bingo! És megérkeztünk a kötelező sötét teremhez. A kötelező játékelem, amelyik meggyőz arról, hogy végképp nem akarunk játszani ezzel. Mert jaj, de izgalmas, hogy sötétben sötét dolgok történnek. No, hát vagy kitalálunk kérdés nélkül, vagy akkor a játék megy a kukába. Mert ez az abszolút érdektelenség szintjére süllyeszt is sajnos. Nagyon remélem, hogy ez lesz az egyetlen kötelező sötét telep. Jó, van még egy ilyen gejzírünk. Hozzá még egy ilyen gejzír kikapcsoló. Úgyhogy akkor viszonylag egyszerűen lehet haladni abba az irányba. Ott van egy kapcsoló, a három szemű szörnyetegünk, ez meg egy pillangó, mert hát
pillangók vannak a vízben. Ezek ilyen vízi pillangók. Mint közismertek, azok a vízben szoktak repülni. Ja, ezek szerint majd azokról lehet ugrálni. Hát csak tényleg az a kérdés, hogy hova kell eljutnunk. Van egy random fehér folt. No, mi a cél? Mert valószínűleg lejjebb van egy szinttel a pillangónk. Azt hiszem a másik elem az a közelbe lett volna, ott valahol fönt, egyel följebb, de majd kiderül persze. Nem ide. Igazából még mindig lejjebb kellene mennünk. Tudunk lefele haladni. Meg van egy ideiglenes gejzír. Mindenki örömére. Az is igazából ideiglenes. Egy rövid tempóban. No, merre van a pillangunk? Ugye tudunk itt lefele haladni. Még lefele. Aztán itt kell, hogy legyen már a pillangó. Még nem tudom hol pontosan. De szagra itt lesz majd. Oké. Na, innen kell fölfele mennünk, azt mondja. És... hát nincs sok felfele. A térkép helytálló. Ami persze egyáltalán nem biztos. Ott a mi kis pillangónk. A mi kis vízi pillangónk. Ja, hogy ez fal. Akkor az nem segít rajtam. Persze az se biztos, hogy ez segít, hogy én itt fölfele jutok. De tippre errefelé kellene nekem menni. Oké. Eddig jó. Itt meg tudunk pihenni. Kérdés, hogy ez jó nekem, hogy ide eljutok. Jó helyen járok-e, vagy sem? De valószínűleg jó helyen járok.
És akkor azt hiszem megvan a bogyóka is. Hát a rajzon csak két szemgolyó volt. De hát mindegy. Ennyit elfogadunk. És akkor felteszem, itt kell majd valahogy kijutni. Vagy sem. De azt hiszem ez lesz a kijárat. Némi küzdelem árán. És akkor elvileg ez az oldal megvan. Ja, van egy fönti, meg egy lenti a másik oldalt. Kérdés, hogy kell-e vinnem a rákot, vagy... vagy sem. És a válasz egyértelműen egy vagy sem. És akkor itt van egy alsó, meg egy felső út. Hát nézzük meg az egyiket. Hát, ha azzal előrébb jutunk. Jééé, sötét! Akkor azt hiszem, el is érkeztünk a végső pontjához a játéknak. Mert erre nincs türelmem és hajlandóságom. Bármelyik játék, amelyik azt hiszi, hogy a sötét képernyőt vélkövetve érdemes játszani, az hulladék minősítést érdemel. Ez volt a HUA.